ezelőtt, melyik útra lép, gomolj most a tét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt, balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a tanulókat, szülőket, kollégákat és tisztelt vendégeinket. A 2013-14-es tanévnyitó ünnepségén énekeljük el először közösen a himnuszt. Tisztelettel köszöntöm az első osztályosokat. Úgy tudom, hogy rövid bemutatkozással készültek. Hallgassuk most ezt meg tőlük. Ha én kis iskolás leszek, télen, nyáron, korán kelek. Táskám rendben, cipőm tiszta, nem fordulok azért vissza. Táskát veszünk anyukámmal,
iskolába. Kilőttem már az óvodát, most kezdem el az iskolát. Én bizony nem tétovázom, tanulásnak nekivágom. A nagyoktól példát veszek, tanulásban első leszek. Köszönjük szépen! Az iskolások, a felsőbb osztályosok verssel köszöntik a tanévet, két negyedik osztályos tanuló Kovács Dorka és Mózes Laura. Köszöntő! A nyár, az elrepült, a villanyrótra fecske ült, készül már lassan messzire, talán a világ végére. Szállnak a napok, mint a szél, kerengve hull már pár levél. Nekem is mindjárt menni kell, nem cserélnék most senkivel. Táskámba könyvek, füzetek, vár rám egy pad és sok gyerek. Számok, betűk és dallamok, szervusz iskola, itt vagyok. Ősz van, gyűlnek a fecskék a drótokon, köröznek, csittegnek, próba van. Próbálják, milyen lesz, amikor najutra indulnak hangtalan. Kékebb az ég és éjjelente, messzebbről hívnak a csillagok. Egy bátor levél hullni készül, hegy mögül szürke köd sompolyog. Az ősz jön így el, észrevétlen, arannyal, mézzel, sejtelemmel. Ablakból nézem, elé menjek, vagy hagyjam, hogy ő megkeressem. Köszönjük szépen! Most pedig felkérem Szabó József Csabánét, iskolánk igazgatóját, hogy köszöntse az első osztályosokat, és nyissa meg a 2013-14-es tanévet. Kedves gyerekek! Szeretettel köszöntelek benneteket a tanévnyitó ünnepélyünkön. A vakációnak vége, és ez a gyerekzsivaj, amely most betölti az iskola udvarát, biztos jele annak, hogy kezdődhet az új tanév, készen álltok a tanulásra. Ma az ország minden iskolájában elkezdődik a tanítás, így történik ez nálunk is. 236 diák közül először a legkisebbeket köszöntöm. Ők 29-en, akik az óvodából érkeztek, itt állnak az első sorokban, tele izgalommal és várakozással. Én már tudom, hogy nagyon jól fogjátok érezni itt magatokat, és nem csak írni, olvasni és számolni, de még sportolni is megtanultok. Csupa érdekes dolog vár rátok. Ezek közül az első egy ajándék, a Széchenyi jelvény. No meg az ötödikesek meglepetése. Tőlem pedig megkapjátok az első emléklapot, melyet az ünnepély végén vehettek át. Most a többiekhez is szólok. Remélem jól telt a nyár, sok gyönyörű élménnyel gazdagodtatok. Örülök, hogy a szünidőben vigyáztatok magatokra, sokat nőttetek, erősödtetek és ügyesebbek lettetek. Amikor ma becsengetnek az első tanítási órára, gondoljatok arra, hogy sikert, eredményt csak lemondással és küzdelemmel lehet elérni. Tanuljatok és tegyétek a dolgotokat olyan elszántsággal, hogy munkátok eredménye elégedettséghez, pozitív eredményekhez vezessen. Kedves szülők, tisztelettel köszöntöm Önöket. Minden tanév újabb és újabb feladatokat jelent, és nem csak a gyermekek, de a szülők és a pedagógusok számára is. Szükség lesz a figyelmükre, a türelmükre, a példamutatásukra. Közös munkánk során a partneri együttműködést tartom a legfontosabbnak. Ez adhat gyermekeinknek olyan hátteret, alapot, amely a legoptimálisabb fejlődésüket biztosítja, a tehetségüket felszínre hozza, és személyiségüket harmonikussá teszi.
a ránk váró tanévet a Nemzeti Köznevelési Törvény értelmében szerveztük meg. Bízom abban, hogy zökkenőmentes lesz, hiszen a szereplők eredményes együttműködése ezt biztosítani fogja. Kérem önöket, kísérjék figyelemmel iskolánk életét, tanulóink, gyermekeink fejlődését. Tisztelt pedagógusok, kedves kollégák! Örömmel köszöntelek benneteket! A tanév kezdéskor nem csak a diákok tesznek fogadalmat az eredményesebb tanulásra, vagy a szülők a nagyobb odafigyelésre, hanem mi is még jobb eredményeket, sikeresebb programokat szeretnénk. Ez így van rendjén, hiszen ebben a tanévben is meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy iskolánkban az értelmi, érzelmi és a testi kultúra fejlesztésének egysége megvalósuljon. A kiemelkedő teljesítményeknek ez az egység a biztosítéka. Felelősek vagyunk az iskolában folyó tanulási, tanítási folyamatok színvonalának alakulásában. Kívánok a tanév végéig kitartó erőt, elhivatottságot és természetesen lelkes, tanulni vágyó vidám diákokat, segítő, együttműködő szülőket. Szeretném köszönteni új kollégáimat is, Deák Erika énekszakos, Horvátné Kávai Andrea angol, Schleyer Zita német szakos, és Magyarné Széphajnalka helyett Szederné Haszek Andreát, és Szilágyi Beatrix fizika szakos, Gazdag Ferenc rajszakos kollégánkat. Munkájukhoz jó egészséget kívánok! Szeretném tájékoztatni a tisztelt szülőket, diákokat, hogy az osztályfőnököknél is változás történt. Az első osztály osztályfőnöke Helebrandné Kuti Szilvia, harmadik osztály osztályfőnöke Rikné Bor Barbara, ötödik osztályé Horvátné Bezzegi Éva, hatodik B osztályé Szabó Tamásné kollégánk lettek. Kedves gyerekek, néhány perc múlva kinyílnak előttetek a tantermek ajtajai. Rengeteg tennivalótok lesz. Új tanév kezdődik, új feladatokkal, és reméljük új örömökkel is. Kérlek titeket, dolgozzatok nagy szorgalommal, mert az igazi eredményeket és sikerek csak így születhetnek. Adi Endre szavaival ezennel megnyitom a 2013-13-as tanévet. Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz. Jó, és akkor kedves kis elsősök, most emléklapot kaptok tőlem ajándékba. Ha halljátok a neveteket, gyertek ki érte, és az emléklappal együtt vegyétek át a Széchenyi jelvényt, amit majd az ötödik osztályosok fognak feltűzni a mellkasotokra. Viseljétek büszkén! Balogh Dorina. Balogh Renátó. Benkő Anna. Bíró Jessica. Ugye voltál gyermek? Bősze Dominika. Lerohantak az évek, az Csarnó Lili. Bámuló szemmel újra nyíló szív. Cseh Kamilla. Minden át, mit az élet kínált neked. Csonka Dániel. Felnőtt lettél,
azt hiszem. Egei Fekete, Fatima. S komolyan veszed. Most neved van. Gőssi Gabriella. Mit soha meg nem lehetél, még most is vár. Ignác Bettina. Lakatos Viktória. Mondom, játszunk tovább, újra álmodjunk hát, mint a felnőtt gyerekek. Még Lázár Hajnalka. Tiszta szív, és a valami hív, kell, Lázár Hanna. Újra ott legyek. Modár Flóra. Azt kell most még. Mogyoros Tímea. És eljöhet egyszer. Molnár Mirella. Azt hiszem, mert őszajú lettél, öregebb szívem. Orsós István. Pedig most én gyermek lett a lelked, és szállnál Rostás Rubina. Ahol még szebb az ég neked. Így van. Sárvári Alex. Játszunk tovább, újra álmodjunk hát. Subi Péter. Surányi Boróka. Surányi Ilona. Süvöltös Bálint. Szakállos Gábor. Tancsa Máté. Tóth Lili. Zsebe Rita. Lakatos Viktória. Őrizzétek meg az emléket, és viseljétek büszkén a jelvényt. Bízom benne, hogy az ötödikeseknek sikerül feltűzni. Ügyesek legyetek. És akkor néhány információt szeretnék még mondani a mai nappal kapcsolatban, kedves szülőknek és a diákoknak is, hogy a mai napon minden úgy zajlik, ahogy a tavalyi tanévben, akár az utazásra, az iskolabuszra, vagy a délutáni foglalkozásokra gondolunk. Tehát aki beiratkozik a napközibe, vagy a tanulószobára, az a mai napon megteszi, hiszen a tankönyvosztásnál kaptak egy nyomtatványt, amit mára bízunk benne, hogy a tanulók visszahoztak. Az étkezéssel, a napközi tanulószobával és a hátrányos helyzet megismerésével kapcsolatban, és a héten fog kialakulni az az iskolai rend, ami aztán majd a következőkben, ami szerint a következőkben fogunk dolgozni. Ezt kérném, hogy viseljék türelemmel, és nyugodtan, bátran kérdezzenek, akár az osztályfőnöktől, akár tőlünk. Az egy hét, ez egy ilyen türelmi időszak, hogy a tanulók is, a szülők is, és mi is egy kicsit hozzászokjunk az új dolgokhoz. A zeneiskolai beiratkozással kapcsolatban szeretném a következőt mondani, hogy a beiratkozás a kisiskolában, a zenetermekben szeptember 2-án, hétfőn, kedden 3-án, illetve csütörtökön 5-én délután 16-tól 17 óráig lesz. Akadályoztatás esetén telefonon is lehet jelentkezni a kiragasztott hirdetmények szerint.
Jelentkezni lehet fafúvós, részfúvós és zongora tanszakokra. Mindenkit szeretettel várnak a szaktanárok, a zenetanárok. Most pedig akkor az ötödikesek átkísérik a kis elsősöket a kisiskolába, és minden osztály megy a termébe, és osztályfőnöki órával, még az első órába, illetve a második órába is osztályfőnöki órával folytatódik a mai első tanítási napunk. Mindenkinek jó munkát, és sok sikert kívánok erre a tanévre. Köszönöm szépen! Jobbra húzza őt, balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos tél.